A Brexitről szóló megállapodás tervezetét a brit parlament alsóház előtt mutatta be a miniszterelnök azután, hogy szerdán egy 5 órás rendkívüli kormányülésen elfogadtatta a kabinettel az 585 oldalas szövegtervezetet. Theresa May kiemelte, hogy az ír-északír határ problémájának rendezéséhez mindkét fél kompromisszumára szükség volt. Nem akarok úgy tenni, mintha ez egy könnyű folyamat lenne, vagy mintha az EU vagy a britek teljes mértékben örülhetnének a megállapodás tervezet minden részletének. Egyik fél sem pontosan ezt a megállapodást akarta, ez az igazság. De én nem fogok úgy tenni, mint mások, akik szerint lehetséges olyan megállapodást elérni, amire a britek szavaztak a kilépésről szóló referendumon, mondta Theresa May. A brit képviselők azt követően szavazhatnak a megállapodás tervezetről, hogy az EU vezetői a novemberi csúcson elfogadják. May szerint nincs más alternatíva. Tisztelt ház és házelnök, választhatjuk a megállapodás nélküli Brexitet, kockára tehetjük akár az egész kilépést, vagy választhatjuk a tárgyalásokon elért lehetséges legjobb megállapodást, magyarázta a brit miniszterelnök. Az ellenzéki vezető Jeremy Corbyn kijelentette, hogy a munkáspárt nem fogja támogatni a megállapodás tervezetet, 6 fontos kérdésben nevezhető elfogadhatatlannak. A 2 éve döcögő tárgyalási folyamat után a kormány képes előállni egy olyan megállapodással, ami még a miniszterelnök saját kritériumainak sem felel meg, és ami 6 tekintetben elfogadhatatlan szerintünk. Nem ezt a megállapodást ígérték az országnak, ezért nem fogadhatja el a parlament, mondta Jeremy Corbyn, aki szerint csúsztatás Theresa May részéről, hogy nem lenne más alternatíva.